Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége, dr. Ótos Miklós. Üdvözlöm Miklós! Be kell vallanom, hogy utoljára talán mondhatni, amikor idézőjelbe téve mi ilyen hivatalos formában találkoztunk, akkor egy kampányidőszak volt, és hát bizony az elképzeléseiről, a leendő képviselőként megvalósítandó terveiről beszélt. Azóta eltelt már egy kis idő, mi van hát önnel? Hát tulajdonképpen sok minden nem történt. Szeretettel üdvözlöm én is a kedves nézőket. Hadd mondjam el azt, hogy nem sok, az igazat megvan, nem sok reményel indultam én a képviselői választásokon. Tudnélik, 94 óta, mióta az egyfordulós önkormányzati képviselői választásokat bevezették, azóta ott mindig szocialista képviselő győzött. Ez mindenki tisztában volt. Én tulajdonképpen azért vállaltam el ezt a ö, megbizatást, mert talán, úgy gondoltam, hogy talán egy kicsit több szavazatot tudok hozni a koalíciónak, és ennyi volt az egész. Különben már hosszú ide óta aktívabban nem politizálom. Nem politizálok, ö, ez is egy ilyen eseti felkérés volt, hogy induljak a képviselői választásokon. A keresztény szemlélet áll önhöz közel, ez bizonyára többnyire tudják a nézők, és hát természetesen azért volt képviselő, és ezt a ciklus se feledjük. Igen, hát ez így van valóban. Gyerekkoromban szüleim nagyon vallásosak voltak, vallásos nevelésben részesültünk, és talán ha szabad azt mondani, hogy ha az ember valási kérdésekkel komolyabban foglalkozik, akkor és pontosan a tudomány oldalról próbálja ezt megközelíteni, akkor azt lehet mondani, hogy az elmúlt 30-40 év, tehát a 20. századnak az utolsó harmada olyan tudományos felfedezéseket és olyan tudományos eredményeket hozott, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Teremtő Isten anélkül, hogy saját magát jobban felfedte volna, Elhelyezett a tudományban olyan kérdőjeleket, amire tulajdonképpen nekünk, embereknek kell megadni a választ, és ez a válasz természetesen <kül> sokféle lehet. Lehet ateista alapú, de lehet hívő alapú megközelítés is, és az ember ezekben a, a tudományos eredményekben pontosan a teremtő Isten gondolatait látja. Nagyon érdekes könyv is jelent meg, egy nagyon híres e, e, kozmológus e, tollából, e, Paul Davisnek hívják, egy angol származású illető Isten gondolatai címmel, ami a világ teremtésével kapcsolatos nézeteket e, valásos szemszögből elemzi a tudományos eredmények birtokában. Nehéz, de egy nagyon érdekes könyv. Látható tehát, hogy a gyerekkorban mondhatom így a szülők által talán elindított szemlélet, hát vagy az, amit a szülők önnek sugároztak, nagyon erősen kihat a mai napig. Mit gondol a pályaválasztásában, vagy egyáltalán a gyerekkori években mennyire befolyásolta ezt ön, mennyire látta meg könnyen az utat? Hát tulajdonképpen nem volt ez egy olyan könnyű. Azt lehet mondani, hogy Véletlennek köszönhető az, hogy orvos lettem. Talán, talán ez a sorszerűség a véletlen dolog, ami a pályámat végül is meghatározta. 58-ban érettségiztem, nem egy olyan világot éltünk akkor, amikor a demokrácia úgymond közkeletű intézmény lett volna Magyarországon, és a pályaválasztásomat nekem befolyásolta az a lehetőség is, hogy Hol láttam lehetőséget, hogy egyetemre kerüljek? Nagyon érdekes családi történet ez különben. Egy 57 őszén, szinte az ismeretlenség homályából előkerült illető ő, látogatott meg bennünket. Édesanyámnak volt gyerekkori ismerőse, és mint kiderült, ő 19-es kommunista volt, és nagyapám, aki abban az időben sötét be volt erdész, ott ő egy ilyen menedéket adott nekik néhányukkal, és Pécsre kerülve az illető megígérte, hogy segít nekem az egyetemi felvételibe. Hát akkor abba abban az időben is a, a, protekció az nem volt lényegtelen. És tulajdonképpen utolsó pillanatban döntöttem az orvosi pálya mellett, ezt őszintén meg kell mondanom, de én úgy érzem, hogy nem volt rossz döntés, mert a lelkivilágomnak, a, az alkatomnak ez nagyon megfelelő pálya volt, és azóta is áldom a szerencsémet, hogy, hogy végül is orvos lett belőlem. Fiatal orvosként hogyan látta a világot egyáltalán, a pécsi kitekintés mit adott? Gondolte akkor arra, hogy esetleg valamelyre másfele, vagy rögtön tudta, hogy vissza szexádra? Hát a szexád az eléggé meghatározó dolog volt. Kötöttem is a, város, a városhoz, és gyakorlatilag a családi hagyományok is ezt diktálták, hogy, hogy Szekszárdra jöjjek vissza dolgozni de az is igaz, hogy például Pécsen nem lett volna különösebb lehetőségem elájeszkedni, abban az időben nem voltunk, ahogy említettem, jó káderek, és ezért aztán itt megint a kötődés és a realitás az megint összekapcsolódott, és hát visszajöttem Szexárdra, akkor már még mennyasszonyomat Pécsről elcsábítva hoztam ide Szexárdra, ez számára volt inkább elsősorban. Um, lelki konfliktus nehezen szokott meg de végül is uh, megszerette ő is ezt a kisvárost. Uh, a pályám tulajdonképpen érdekesen alapul, alakult, um, elég rögös volt a szabad azt mondanom. Uh, én eledite, eredetileg belgyógyász szerettem volna lenni, de végül is egy ilyen kis um, Mellékuton keresztül szerezte meg ezt a képesítést. A pályámat Szexádon a Véradó állomáson kezdtem. Tulajdonképpen azért döntöttem emellett, az állás mellett, mert később lehetőséget látott az igazgató arra, hogy a vérképzőszervi betegekkel az ember kimondottan foglalkozhasson. Úgyhogy hat évig a véradón voltam segédorvos, rengeteget jártunk vidékre, mindenféle véradónapokat szerveztünk. Véradónapokon ugye az orvosi feladatokat láttam el, majd pedig labor abban az időben ebből a tevékenységből laboratóriumi szakvizsgát lehetett szerezni, és hat évvel később sikerült átkerülnöm belgyógyászati osztályra. 74-ben, 75 januárjában szereztem meg a szakképesítésemet, és ezután pedig vérképzőszervi betegeket gondoztam, csak nem hat éven keresztül, még aztán kikerültem Paksra. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember, ha végzi a tevékenységét, és, és valamiféle elképzelést, valamiféle ideológiát akar, Kialakítani magának, ezt én is megtettem, és nekem az volt a fő elvem, hogy tulajdonképpen az ember egy közepes tehetségű ember lévén az én feladatom az életbe az, hogy, hogy egy picit a tudományt, vagy a, a gyakorlatot, az orvosi ellátás gyakorlatát tovább vigye. Kicsit, kicsit ez olyan hangya szemlélet, azt szokták mondani: hogy az ember csinálja, a, a napi feladatait, minden, de ebbe a rutinba nem szabad belefásolni, hanem adjon valami pluszt önmagából, és adjon valami, tegyen le valami olyan az, olyat az asztalra, ami a korábbiakhoz képest pluszt jelent. Ezt mondták nekem őről, bocsánat, amikor kicsit ködtem, hogy egy reformszemléletű emberön, aki úgy mindig próbált a, a, az egyszerű praktizáláson kívül valamiféle újítást, valamiféle más dolgot megvalósítani, amitől talán az egészségügynek, a mindennapok során a betegeknek, az ellátásnak, a nővéreknek, akárkinek de kicsit jobb volt ez valóban így van, ez jellemezte végig a, azt lehet mondani a munkás életemet. Itt a kórházban, ahol végül is 16 évet töltöttem el, én szerveztem meg a vérképzőszerű betegeknek a hematológiai gondozót, és első hat évben ezt én vezettem. Számomra ez szakmailag is nagyon sok örömmel, és hát, hogy mondjam, keserűséggel is járt, mert Hát ebben a csoportban nagyon sok gyógyíthatatlan beteg van. És nagyon, is, nagyon kötődik is az ember a, a betegeihez, hiszen nem csak a kimondottan a bajukkal kell foglalkozni, hanem a lelki problémákkal is. Sose felejtem el azt a fiatal asszony például, akinek kiderült egy krónikus fehérvérűsége, és rá néhány hónappal a férje, itt hagyta egyedül, diszidálta testvérével, és három gyerekkel maradt itt teljes, teljes egyedül. Egy nagyon szép példa, egy másik eset, egy, egy szintén krón, egy krónikus vérszegénységben szenvedő lány volt az illető, aki mindig a barátjával jött, rendszeresen kapott három-négy hetente érátömlesztéseket, és mindig a barátja hozta. És egyszer, hogy megijedtem, mert a, egyedül jött ez a kislány, 20-21 éves lány volt az illető, és akkor megkérdeztem, hogy hát hol a barát. És hát kiderült, hogy valamilyen konfliktusba keveredett, katona ember volt, ott könnyen megy az, hogy, hogy letartóztatják, valami elszámolási problémák voltak. Lényeges az, hogy több mint egy évet börtönbe került az illető, és akkor a, a lány várt rá kitartóan, és utána, amikor kiszabadult, összeházasodtak. És valamilyen pinfli dolog volt a dolog, ami miatt hát ez az egész bíróság így kiderült, tehát nem, nem nagy ügy, és számomra ez nagyon, nagyon, meg, szép emberi dolog volt, ahogy egymásra ők vártak. És gondolom, hogy ilyen esetek nap mint nap vannak, és számos olyan eset van, ami esetleg a múltból nap mint nap visszaköszön. Hát igen, az ember folyamatosan benne élt ebben a társaságban. Ugye nem csak a betegségüket ismerte az ember, hanem minden egyéb lelki problémájukat, a családi helyzetet. Azt is, hogy most éppen kinek milyen gondjai voltak a férjével vagy a feleségével, és hát a másik dolog, hogy ugye én ambuláns kezelést végeztem, és mindenki úgy tekintette ezt a helyzetet, hogy amíg hozzám kell járni ambulanter, addig nincs különösebb baj a betegségével. Ha én valakit beutaltam kórházba, akkor az mindig egy kis riadalmat is keltett abban a 150-200 fős kis társaságban, akiket én így elláttam, keresték egymást, és... Nagyon szomorúan élték meg azt, ha valaki eltávozott közülük. Miklós említette ugyancsak egyetlen egy szóval paksot, de hát azért kötődikön egészen. Erősen Pakshoz, és hát természetesen Pakson az atomerőműhöz mondhatnám így, hiszen azt hiszem, hogy ott minden e körül forog, ott is, mint orvosként, üzemorvosként tevékenykedik, és hát gondolom, hogy ez egy igazán különleges helyzet sok szempontból. Hát igen, ez így van. Tulajdonképpen egy ilyen kétlaki életet élek és hát azt is meg kell őszintén mondanom ugye, hogy nem Pakshoz, hanem az erőműhöz kötődök. Inkább. Igen, mert hát az erőmű ugye Pakstól távolabb van, és magában a városba viszonylag ritkábban e, megyek be, és az elmúlt e, 9 évben, mióta teljesen magánvállalkozást, végezzük ezt a tevékenységet, hát azóta meg e, nagyon ritka, hogy én Pakson előfordulok. Ö, szexárdon tulajdonképpen itt van a magánéletem, most már hosszú évek óta, Pakson pedig a, a, munkám, az erőműhöz pedig a munkám köt. Hát ez is nagyon érdekesen alakult, ugye, mert tulajdonképpen nekem felajánlottak 80 tavasz, őszén egy vezetői állást a Paksi atomerőműnél, és hát azt gondolták, hogy hát ha az erőmű majd beindul, akkor ott számítani kell rendszeresen sugárból esetek előfordulására, és akkor jó lenne, ha ott egy olyan szakember lenne, aki ért a vérképzőszervi betegségekhez, mert egy sugár túlexpozíció, tehát többlet sugár terhelés, az ilyen területen fejtik elsősorban a hatását. Hát mondanom se kell, hogy az elmúlt most alassan, 24 év alatt nagyon sok feladatom volt, nagyon sok mindent csináltam, de hála Istennek azt kell mondani, hogy pont ez az indok, ami, amivel engem kicsit elcsábítottak Paksra, ez nem fordult elő azóta sem. Faggatják sokan egyébként, azt hiszem, hogy ez a terület mindig egy kicsit a, a, a misztikum, a, a, a különböző feltételezések területe, és hát ugye a tavalyi év nem volt éppen könnyű egy bizonyos üzemzavar kapcsán, úgyhogy gondolom jó néhány kérdést önnek szegeztek már ezzel kapcsolatban. Igen, hát gyakran megkerestek akár magánszemélyek, akár hivatalos formában sajtóképviselői, hogy én hogy látom az erőmű, dolgozóinak az egészségi állapotát, a sugárterhelésnek milyen egészségi károsító hatásait lehet esetleg kimutatni, és hát erre választ kérnek. Tulajdonképpen áldom az eszemet, mert ezt én nagyon körán felismertem azt, hogy ilyen kérdésekkel az embert meg fogják keresni, hiszen a munkám úgy kezdődött, 1980. december 16-án, hogy egy rögtön egynapos főorvosként egy Pesti értekezleten kell részt, kellett részt vennem, ahol valahogy úgy éreztem, hogy még a felső szakmai vezetésből is nagyon kevesen vannak tisztában avval, hogy az erőmű meg potenciálisan mekkora veszéllyel fog járni. És euh, akkor megnyugtatott engem a a sugárbiológiai kutatóintézetnek az egyik igazgató helyettese, aki azt mondta, hogy ne félj attól te, hogy ott sugárbalesetek fognak előfordulni. Sokkal inkább arra törekedjél, hogy ezt a fajta félsz, amit az emberekben, meg hivatalos személyekben megvan, te használd fel arra, hogy kint pakson csinálja abba a dolgozói közösségbe egy egész, fokozott egészséggondozást. Tulajdonképpen ennek a szellemében dolgoztam azóta is, és természetesen úgy csináltam ezeket a munkákat, hogy az embernek mindig legyenek olyan adatai, olyan kutatási eredményei, akár saját, akár közös más neves intézményekkel, amivel ezt, ezt a kérdést, ami most önben is elhangzott, és már nagyon sokat ugye föltették nekem, konkrét dolgokkal tudjam megválaszolni hiszen nem lehet azt mondani sem önnek, sem másnak, hogy a, tudományos eredmények birtokában az a sugárterhelés, amit a paksi munkavállalók ott elszenvednek bizonyos, főleg átrakások kapcsán, bizonyos karbantartási munkák során, az a nagy tudomány szerint nem okoz semmiféle egészségi ártalmat. Azt a gyakorlatban nekünk saját magunknak bizonyítani, és meg kell próbálni tudni. Tehát tudni kell bizonyítani. Na most hát ebbe szerencsére ugye az erőmű messze menőkig partner volt, és nagyon komoly anyagi áldozatokkal ezeket a vizsgálatokat lehetővé tette. Tulajdonképpen nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert egyrészt magát az egészségügyi ellátást, azt sikerült egy, én úgy gondolom, hogy mindenképpen átlagosan magasabb szintre fejleszteni, és azt nyújtani az erőmű dolgozóinak. Másrészt pedig olyan vizsgálatokat csinálni, amivel azt vizsgálom például, hogy a legtöbb sugárterhelés szenvedettek egyének, akik természetesen teljesen egészségesek nél, tehát ezeknél az egyéneknél például nincsenek-e sejtszintű károsodások, amik esetleg a sugárterhelésre utalhatnának. Ezek bizonyos kromoszóma vizsgálatok tehát ilyeneket végeztünk. Aztán jelenleg is folyamatban vannak ilyen vizsgálatok. Akkor időről időre megnézzük a cégnek a rákhalálozási adatait, de nem csak a rákhalálozást, nagyon fontosak az egyéb halálesetek is, ugye szívinfartos, mindenhol magas számba fordul elő és hát azon belül, hogy hogy alakulnak az országos adatokhoz a különböző rákos megbetegedések adatai. Magáról a, a dolgozókról nagyon részletes számítógépes nyilvántartást fejlesztettünk ki, megfelelő számítógépes szakemberekkel természetesen, amivel egyéb egészségi állapot, statisztikákat tudunk csinálni. Például ugye meg tudom mondani azt, hogy hány olyan ember van a cégnél, aki mondjuk magas vérnyomás miatt vérnyomást, csökkentőt szed, de ugyanakkor a, a vérnyomás értéke, mit tudom én, 160-nál magasabb, tehát mondjuk nincs jól beállítva a, a vérnyomása. És ezeket nem csak statisztikát csinál az ember, hanem névlistát is hozzá tud tenni. Tehát nagyon összetett dolog ez az ottani munka, és ehhez még hozzájárulnak például olyan tevékenységek is, hogy az előmű környezetére is vonatkozik, hiszen vannak olyan, voltak olyan tudományos adatok, amit aztán cáfoltak, hogy az előmű környezetében élőknél például gyermekeknél a fejlődési rendellenességek száma emelkedik, a bizonyos rákos betegségek emelkednek, és ilyen vizsgálatok mi történtek. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 25 év alatt sikerült egy olyan vizsgálati, nyilvántartási és tudományos kutatási rendszert képíteni, ami minden felmerül, legfontosabb felmerülő kérdésre választ tud adni. És ezek az eredmények, meg kell mondanom, hála, hála Istennek, hogy pozitívak. Tehát, nincs magasabb rákos halálozás, nem lehet komolyabb egészségkárosodás sem kimutatni az ott dolgozóknál. És ne haragudjon, még mielőtt Igen. kérdezne, még egy nagyon fontos dolgot szeretném mondani, például ennek kapcsán ugye vannak olyan eh, vizsgálataink is a Sugárbiológiai Kutatóintézetben, amivel egyértelműen bizonyítható az is, hogy bizonyos antioxidánsok, ennek most nagyon nagy divatja kezd kialakulni szerte a világban, Magyarországon is. Ebben a csoportba tartozik például a C-vitamin, E-vitamin, de nagyon sok ilyen anyag van, különböző egészsége, védő termékek itt az aloe kezdve, a jóisten Isten tudja még mi mindenig. Ezek az egyének a biológiai sugár érzékenységét például csökkentik. Tehát ha valaki ilyen helyen dolgozik, és vitaminban dús ételeket fogyaszt, akkor sokkal kisebb a veszélyeztetettség arra, hogy mondjuk valamilyen rákos betegség kialakuljon, mint annál, aki ezt elhanyagolja. No hát, azt látom, hogy a munkáját valóban szereti, és hogy rengeteget lehetne még erről beszélni, de azért itt többször érintettük már a családot, a magánéletet. Kedves felesége ugye Pécsről került ide, tehát a pálya kezdéssel egy időben volt a családalapítás, egy kicsit a magánéletről, családról, hogy alakult etéren az élete? Hát azt lehet mondani, hogy szerencsés embernek mondhatom magamat, mert a családi életem, és azt lehet mondani, hogy egy kiegyensúlyozott és egy harmonikus kapcsolat volt végig a feleségemmel. Mindenben segítettük, támogattuk egymást, és számomra nagyon fontos is, dolog is volt, hogy az ember a családjának tegye meg mindent, ami, ami hát e, szükséges ahhoz, hogy hát ugye férfinak egy, az egyik fontos feladata, hogy teremtsen elő e, ugye a legfontosabb anyagi javakat, és hát ezt én is megpróbáltam megtenni. Feleségem különben az ANTS-nél dolgozott, és mint helyettes tiszti főorvos ment nyugdíjba. Nyugdíj után még aztán reaktiválta magát, és még jó pár évig dolgozott, de miután tavaly megszületett a nagyobbik lányunknál az első unok, amit már nagyon-nagyon vártunk, azóta már hát teljesen nyugdíjasként dolgozik, és most hát a fő tevékenysége, a lányom, a nagyobbik lányomnak a segítése, el kell egy minden fiatal szülőnél úgy gondolom, mamánál el kell a nagyszülői segítség, és az, azt mondták régebben, mikor én még fiatal házas voltam, és a gyerekeinkkel ugye kínlottunk meg minden, hogy egy jó nagymama az felére egy ötös találata. Hát most ezt az ötös találatot élvezik a, Igen, lány, igen, így van. Enikő mellett aztán félhez ment Réka is, az elmúlt évben ott is babát várunk, most husvétra várjuk, ha minden igaz, akkor akkor kislány lesz ott is, mert az első ö, kisunoka is kislány, bogártának léj, uralom, hívják. Léj, uralom. Hát igen, na most ha én azt is elárulom önnek, hogy én mindig úgy képzeltem el az életemet, hogy majd lesz két rossz fiam, és lett két lányom, akkor egy kicsit más, hogy... Alakult ezen a téren a, a reményem, de hát azt lehet mondani, hogy az embernek a lányokban talán sokkal több öröme van, bár nekem fiam ugye e, nem volt, de a lányokban is megtaláltam azt a fajta örömet és boldogságot, ami egy családi élethez alapvetően szükséges és fontos. Vilkos, tehát elmondhatjuk, hogy minden rendben van. Hát igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szerencsés embernek mondhatom magamat, mert úgy a, a magánéletemet, úgy a munkámat olyan lehetőségek, tehát úgy a, úgy a magánéletemet, mint a munkámat nem borították el komoly sem tragédiák, sem olyan konfliktusok, ami esetleg egy házasság felbomlásához, vagy munkáján valami nagyon komoly egyéb problémához vezetett volna. Hát ezt nyilván azért úgy is kell csinálni az ember, mindezt értéknek tekintse, úgy a családot, mint a munkáját, mert mert hogyha valamiben az ember jól érzi magát, akkor azt, azt meg is kell becsülni. Hát ezt a szemléletet kívánom én mindannyiunknak. Miklós, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést, a nézőknek meg természetesen a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.